A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Mai témánk az irodalom, hiszen ne feledjük, Székesfehérvár az irodalom városa, és vendégem pedig Nérer György, a Vörösmarty Társaság tagja, íróként, és sok minden másként is ismerjük. Most jelent meg a Fehérvári Capriccio című kötet, mindennek tetszeni lehetetlen akarni együgyűség jelszóval. Szervusz, örülök, hogy itt vagy velünk. Szervusz. Ugyanakkor, mielőtt erről a kötetről beszélnénk, egy kicsit menjünk vissza a múltba, hiszen nagyon-nagyon fontos az az életpálya, amit magad mögött tudhatsz, és én azt gondolom, hogy az indítatás, mármint az írás indítatása is nem különben érdekelhet bennünket. Tehát a leginkább, hogy egy műszaki pályán több mint 4 évtizedet eltöltött fiatalember hogyan választja az írást, eddig kell, hogy eljussunk. De miként választ pályát magának az a fiatal ember, akit nyilván az irodalom már megfertőz ideje korán? Hát, ez érdekes dolog ez, mert hogy műszaki emberként, általában a műszaki emberek, nem is tudom, Meretei Laci volt osztályfőnökkel beszélgettem, még tavaly azt hiszem, hogy meg a Bakonyi Pistával is, hogy a műszaki emberek között arányaiban jóval több az, aki humán dolgokkal foglalkozik, ami teljesen ilyen váratlannak tűnhet mások számára, hogy pont egy műszaki ember miért foglalkozik. Hát én szerintem ez részben családi indítatásból is fakad szerintem sokaknál, mert ahol a szülők sokat olvasnak, és ugye, hát azt már erről már beszéltünk többször, hogy az 50-es években születtünk, és nem volt televízió, az filmszínház, színház, tehát a háború utáni időszakban ezek az egyéb kulturális létesítmények sem működtek olyan mértékben, ahogy kellett volna, meg hát nem is tudták, mindent szétbombázva, romokban át, hogy az embereknek a nagy része akkoriban rengeteg könyvet vásárolt, és aki a kultúrára vágyott, azok általában azok a családok könyvből a tévé, mozi és egyéb lehetőségek helyett a könyvekből jutottak hozzá a kultúrához. Ha valaki így nő föl, mint mi, hogy, és itt írtam, kérdezte a kiadó, mondja, hogy írjál magadról valamit, és ott a hátsó oldalon a tartomnál van, hogy enni nem, de olvasni mindig volt lehetőségem. Szóval amikor nem volt rá pénz, de apám levelezőn végezte a jogot. És szeretett, ugye oda kellett nagyon sok irodalommal kapcsolatos könyvet vásárolt, és anyám is szeretett olvasni. És aztán, ahogy vették a könyveket, a végén, most szegény szüleim, mikor meghaltak, hármunkra maradt egy könyvtárnyi könyv, több ezer kötet könyv, aminek osztogattuk, hogy kinek mi van meg, és sokszor már nekem is megvolt majdnem a negyed része, már duplán, tehát, és azokat elajándékoztuk, azokat a köteteket, mert hát most az ember két jókai sorozatot nem tart meg. Na, tehát műszaki pályáról így lehet. Tehát nagyon sokat olvastál. Volt egyébként olyan szerző, olyan könyv, ami megragadott különösen? Hát én azt tudom mondani, hogy hát erről is azt hiszem már beszéltünk, hogy én 10 éves koromban
amikor ilyen mesekönyveken már így túl voltunk, és már unalmas volt a hófehérke héttörpe ilyenek, és akkor felálltam egy székre, és levettem egy könyvet, és azt hiszem, erről már beszéltünk, hogy a Mesterségem a halál, Merlétől, Robert Merle, Mesterségem a halál, ez nem volt egy vastag könyv. Nem aludtam egy hétig utána. Tehát ez a koncentrációs, tehát nem jó könyvet vettem le éppen. De a nagy élmények, ugye, hát ki nem olvasta volna ifjúsági regényekbe a nagy indián könyvet, Kármájféle indiános könyveket, ki nem olvasta volna ma már klasszikussá vált P. Hard, a könyv, Rejtő Jenő sorozatait, akkor lejártunk a Vörösmarty könyvtárba, és akkor megyei könyvtárnak hívták, és szinte rongyá olvasott, vettük mindig ki a legújabb köteteit, és igazi nagy élményem, Per Jámoson Romániában az orvos, fogorvos nagybátyáméknál volt, aki Brém az állatok világa, nagyon érdekelte. Ez is akkor még német nyelven megvolt neki a teljes Brém sorozat bőrkötésben. És én naphosszat el tudtam ott az mellett. És akkor akvarisztikáztunk, ezzel foglalkoztunk, és Magyarországon abban az időben, a 60-as években Vasalbertról még szó nem volt. Szó nem volt, hogy Vasalbert. És én Vasalbert összes műveit őnáluk elolvastam, és akkor Magyarországon először megjelentek, hogy a rendszerváltás után jöttek a Vasalbert könyvek, akkor azt mondta, hogy már túl vagyok én, nekem már valami újabb nincs, mert hogy az már nekem már nem volt. De van, vásároltam meg Vasalbert könyveket azóta is, mert némelyiket szerettem volna, Fontenelle boszorkányt, azt imádtam azt, az szerintem az egyik legjobb könyve Vasalbertnek. És a másik ilyen nagy írónk volt, aki szintén félre volt éve, ő Herczeg Ferenc. Herczeg Ferenc nyírővel együtt, igen, tehát itt tehát ez a hármas. Őket nem adták ki az 50-es, 60-as években, meg már később sem adták ki. Most néztem valamelyik könyves portálon, hogy lehet de csak rendelésre Herczeg Ferencet. Ő ráadásul német volt, mert az eredeti neve Herzog Ferenc volt, az morvországi német család volt. Ugyanúgy bánáti család volt, mint ahogy a mi családunk is bánáti volt. Néhány várossal arrébb raktak a szülei. Tehát valamilyen kötődés a nyelvezetében, a stílusában talán közel állt a szívemhez. Ugyanakkor, tehát hosszú-hosszú ideig erre nem volt módod, nem volt lehetőséged írni, viszont a Vörösmarty Társasághoz való kapcsolatot érdekelne engem, hiszen bizonyos értelemben indítatásnak az egy fontos pillanat volt. Hát a Vörösmarty Társaság, ez fordítva volt. ez fordítva volt, mert hogy megjelent a legelső könyvem, az a Csak mesélek, abban az egy ilyen kis próbálkozás volt, de sokan mondták, hogy úgy szeretnék megvenni, mert hogy abban én kerestem én is úgy magamat, 17 kis novella volt benne, és a második kötete, ami meg viszont már egy komolyabb, egy családregény, ez a Hazádnak rendületlenül, és én próbáltam ezt propagálni, és Bakonyi Pista a Facebookon rám írt, hogy hát adná belőle egy példányt, és akkor én ha a lehetőségeimhez képest fogok segíteni neked ennek a propagálásába. És akkor megbeszéltünk egy időpontot, és azt mondja, hogy gyere be a Vörösmarty Társasághoz, ott van az irodában, és van rá 10 percem, mert hogy dolgom van, mennem kell valahová, és aztán én bementem oda megbeszélt időpontra,
És 10 percből vagy másfél órát dumáltunk a Pistával ott. Te azt mondja, most már tényleg, mert már 3-szor rátelefonált a felesége, hogy mi van már, mikor, és hogy mondja már, megyek. Na mondom, figyelj, merre mész, elkísérlek, és útközben még beszélgetünk. És ez azóta is így van. Azóta is így van, és aztán utána kerültem én a Pistán keresztül, aztán azt mondta, hogy lesz ilyen meg olyan rendezvény, Vörös Matyi, te nincs kedvem, tehát ez így, inkább így, tehát meg volt fordítva. Aztán jött a 38 pillanat, a Történetek a múltból, igen. A Fekete Sas, jött a Bakonyi könyv. Igen. Egy kicsit a 38 pillanatról beszéljünk, hiszen amit meséltél az imént, hogy az 50-es évek, ugye az 50-es évek végétől kezdődik, igen. És ott tulajdonképpen egy, ha úgy tetszik, ha nem is önéletírások, de azok az élmények benne vannak, amelyeket te magad is megéltél. Igen. Hát 38 pillanat az elég sok könyv elkelt abból, hogy ezt én felosztottam ilyen évtizedekre, 50-es, 60-as, 70-es évek napjaink címszóval, és ezekben az 50-es évek arról már itt talán a stúdióban is többször is beszéltünk, és megmondom őszintén, hogy azt én most átugranám, mert az már részben fájó is, részben nem akarom, hogy azt hallásak, hogy bejön ide az öreg, és akkor állandóan panaszkodik, hogy milyen rossz gyerekkora volt, pedig hát ez a valóság. A 60-as évek már kicsit lazább volt, mert hogy akkor apám már nem tűzszerészként dolgozott, tovább szolgáló katonaként. Mert ez ugye az egész mi sorsunk azon múlott, hogy maga a rendszer tette olyanná, amilyen lett, hogy hazajön egy hadifogoly 4 év fogságból. Keresi a helyét segédmunkásként. Dolgozott a burgéknál, a piactéri üvegboltban, utána azt államosították, és aztán azt mondták, hogy jól lehet raktári segédmunkásként a táblaüveg lerakathoz. És akkor ott volt raktári segédmunkás. És aztán munka mellett kezdte el az egyetemet végezni. És a 54-ben, mikor megszületett a hugom, apámat elvitték gyorsan 2 évre katonának, mert ne legyen már olyan jó, mert ő 6 köteles korba volt még. Igen. És ugye 4 év hadifogság nem volt elég, hanem bevitték még 2 évre katonának, és akkor jött 56. Itt volt ő, nem volt szerencsére messze, a Burgundy reptérnél volt, de 56-ban rájuk zárták a laktanya ajtót, hogy ők nem tudtak, azt se tudták, hogy mi van a városban, kint, az országban. És amikor kijöttek, sem volt sem munka, minden megváltozott, és aztán a apámtól kérdezték, hogy nem volt munkahelye. És azt mondja, hogy ott marad. És azt mondták, tűzszerésznek kiképezték. És az egész megyébe bombákat szedett, ami anyám nem nagyon tetszett, mert hogy ott 2 naponta bemondta a Kossuth Rádió, hogy hány tűzszerész halt meg, hányan lettek nyomorékok egy életre. És aztán az 57-58-ban a városi tanácshoz került apám. És akkor egy kicsit már fixebb helye volt, de azt mondta, kevesebb lett a fizetése, mint tűzszerészként, mert ott 1000 forint veszélyességi pótlékot kapott hozzá, és ő itt könyvelő volt a szakmája neki, hogy a középiskoló után, és a városi tanácsnál eljutott egészen a jegyzőségig, mikor már végezte az egyetemet. Könyvelőből lett városi tanácsnál jegyző, de akkor már ledoktorált. Igen, de ezek nagyon fontos pillanatok voltak. Ezek ből adódott a 60-as éveknek a történetei, hogy a semmiből aztán szépen lassan vettek 5000 forintért Ragárdon egy nádast, az volt annak, és akkor ott a gyerekkori történeteim ott zajlottak, és ugye ez a 60-as években volt már, és aztán a 70-es éveket azt meg már így viszonylag sokaknak már a fejében van, és a napjaink is, hát
Most ezekről nehéz így beszélni. Igen, mert... világos. Mint ahogy, tehát én azt mondom, tekintve, hogy most úgyis már a fehérvári kapricsóról fogunk beszélgetni. Igen. Az viszont fontos a történetek a múltból a Feketesas szálloda, hiszen ez egy előzmény. Igen. Én azt gondolom, hogy aki olvasta a Feketesas szállodához kapcsolódó történeteket, azokat a novellákat, az megértheti, hogy, hogy milyen érdekes, érdekfeszítő történeteket lehet hozzá tenni. Igen. egy időszakhoz. Igen. Hát azt a Feketesas történetek a múltból, ez, megmondom őszintén, én ezt nagy élvezettel, nem is tudom, tehát hogyha nem jelent volna meg, én akkor is megírtam volna őket, hogyha ebből nem lett volna soha könyv, mert annyira érdekelt részben a szállodának a története, és a szállodához kapcsolódó vendégek, kik voltak azok, akik ott megszálltak, és az ő életük, kellett megírnom élettörténetüket. Hát ez reagálás egy-egy igen, egy-egy újságcikkre. Ez egy kicsi kis, két-három mondatos újságcikkek voltak, és akkor ezek közül volt sok bűnöző, volt egyszerű emberek, voltak külföldiek, és ezeknek az embereknek az életéből kellett faragnom rájuk egy karaktert, és ez erre, hogy mondjam, én mindig a mindennapokból, tehát én tudnék mondani most neveket, de nem fogok mondani neveket, hogy a Feketesas szállodából XY kinek a karaktere, de azt mindenki vegye 100%-nak, hogy az én ismerősi körömből nagyon sokan szerepelnek a Feketesas történetek a múltból karakterei között, tehát ugye az ő habitusukat ráépítettem egy-egy szereplőre, fantasztikus örömmel tettem ezt. Tehát ezek tulajdonképpen ez az előző kötet is kapricsó volt, igen, de igen, itt igen. Most már úgy is nevezted, hogy Fehérvári kapricsó. Igen, Petrőcz Évától vettem kölcsön. És nagyon fontos itt az írói szabadság, ugyanakkor... Honnét jött a gondolat, hogy most egy kicsit másként, de nagyon valósághűen ír le azokat a történeteket, amelyek én azt hiszem, hogy vonzóak lesznek, mert ahogy te fogalmazol, mert humoros dolgot írni nem azt jelenti, hogy közben fülig ér a szám, és tragikus dolgot írni sem jelenti azt, hogy potyognak a könnyeim. Hát igen. Ez egy remek megfogalmazás. Hát egy író nem feladat, aki... szerintem minden író, aki tolla tesz a kezébe, vagy leül a klaviatúr elé, az elsősorban a jó történetet szeretne írni, hogy akinek én ezt a könyvet ajánlom, vagy elolvassa, vagy kezébe veszi, ne dobja el, hogy unalmas, nem, hanem hogy azt ő végigolvassa. Ennek azért van egy olyan kicsi kis előzmény, és én most itt megragadom az alkalmat megint, hogy köszönetet mondjak egy közös ismerősünknek, Váci Márknak, ugyanis a Márknak az inspirációjára, hát nem tudom, hogy szabad-e erről beszélni most, jelent volna meg, lett volna egy reprezentatív kiadvány, most nem mondok se címet, se nevet, semmit, lett volna egy reprezentatív kiadvány, ami pénzügyi okok miatt elmaradt. Ez egy városról szóló. És ott 11-néhányan írtunk, bevállaltunk, ilyen, úgy írunk. És én meglepődve mondtam Márknak, hát most egy ilyen félig meddig tudományos jellegű könyvhöz, hát mit keres egy szép irodalommal foglalkozó? Azt mondja, nem baj, te csak írjad meg őket, majd eladjuk ezt a 800 oldalas könyvet, mert azt mondja, a novelláidat legalább azok egy kicsit földobják majd. Hát mondom, Márk, figyelj, én megírom, hogyha és aztán egy újabb kutató munkába kezdtem a fehérvári régi történetekbe, és ha nem is mindent, mint amit én Márknak átküldtem ezekből az anyagokból, de 17
novella belekerült abból, és aztán kerültek bele utána, 47 novella van ebben a kötetben karcolattal együtt. Olyan dolgok is, ami nem, talán 6-8, ami nem konkrétan Székesfehérvárhoz kapcsolódik. Igen, ahogy fogalmazol, a valóság improvizációja, ez az alcím, igen, a fehérvári kapricsó. Tehát itt valóban improvizálni kell ebben az értelemben, hiszen a valóságból áthelyezni és hozzátenni, és soha nem elvenni belőle, az egy egészen kiemelt feladat. Hát én azt gondolom, hogy amikor egy alaptörténetet, nem is voltak ezek alaptörténetek, inkább csak ilyen kis rávezetés, tehát egy ilyen kis történet foszlányokból kialakítani egy komplett novellát, az én úgy gondolom, hogy nagy alázat kell hozzá, kapricsot meg, nagy alázat és nagy szeretet kell ahhoz, hogy az ember bele tudja magát élni, ez az első, hogy ott tudjam magamat is érezni, hogy ott vagyok bent a történetben, és az olvasó is láss, tehát az olvasó is vizuális. Nekem mondták, hogy itt hivatkoztam Hrabalra, hogy Hrabal is vizuálisan írt, és én ezt nem tanultam soha sehol. Talán a műszaki pályából adódik az, hogy ez az ember tud foglalkozni. Ha megragadja másoknak is a fantáziáját ezek a kis történetek, vannak ebben elég tragikus, vannak elég tragikus akasztás meg egyebekről szóló történetek is, de vannak benne humorosak. Egyébként is. Megerősítést jelent számodra az, hogy olvassák a könyveidet? Mert ezt tudjuk, hát, hogy így van. Mindenképpen bár éppen valamelyik nap beszélgettem egy idősebb barátommal, a Kovács Imre sakkmesterrel, hogy kevés olvas. Azt mondja, hogy ő satszolása szerint olyan 3-400 ezer ember lehet körülbelül, aki olvas, és aztán most nem számoljuk bele azokat, akik hivatalból olvasnak, rakjunk hozzá még 300 ezeret, akiknek munkaköri kötelessége, hogy olvasson. És aztán nagyjából itt kiismerül a lehetőség, tehát a irodalom, szép irodalommal foglalkozók köre. Bulvár többen olvasnak. Én úgy gondolom, hogy a botrányköteteket, bulvárosabb könyveket, azt valahogy nem tudom miért, többen olvassák. Ennek tükrében vannak terveid? Hiszen tudom, hogy mindig vannak. Hát meg kell, hogy mondjam, most egy kicsit lehet, hogy csalódást fogok okozni neked ezzel a kérdéssel, mert terveim vannak, és az írást nem hagyom abban. Mert hogy szokták volna az írás, a szerelem, az nem úgy van, hogy azt ma írok, és hónaptól letettem, és hónaptól már nem fogok írni semmit. Fogok írni a könyvek megjelentetését, azt viszont lehet, hogy ez utolsó. De Bakonyi Pista barátom azt mondta, nem mondj ilyet, hogy az utolsó. Mondom, jó, nem mondok ilyet, de nem írok többet, nem fogok megjelentetni, mert hogy nyugdíjasként azért, beszélgettünk mi erről, igen, veled is, nyugdíjasként már nem tudom ezt finanszírozni, és ha bárki azt hinné a közönség, vagy a nézők közül, hogy van itt egy író, itt van egy könyv, és ezt kiadják helyette ezt a könyvet, hogy ő tudjon mit olvasni, hát ez nem így működik. Igen, az úgy működik, hogy az embernek a zsebébe kell nyúlni, és akkor komoly összegeket kell fordítani arra, hogy megjelenjen egy könyv, és ennek a jó esetben a töredékét visszakapjuk, és ebbe a cipőbe jársz te is, és mi nagyon sokan mások is, és bocsánat, hogy ezt most nem akarom félreterelni, ezt a más útra terelni szót, de van napokban találkoztam, szintén ismerő, nem akarom mondani egy költő, de prózát is ír,
László, hogy bankszámla számot kiteszi az oldalára, hogy adakozzanak, hogy a évtizedes mennyiségű kéziratai ne menjenek pocsékba. Jó, hát igen. Hát szóval ezek a szomorú dolgok. Na. Így van, ennek a műsornak nem ez a nem célja ez a, nyilván, igen. És nem ez a dolga. És hát ennek tükrében én köszönöm, hogy itt voltál, annál is inkább is ajánlom természetesen nézőink és az olvasók figyelmébe a Fehérvári Kapriccsót, mert fantasztikus történeteket olvashatnak benne. És hát én pedig abban reménykedem, hogy természetesen az írást folytatod. Hát az természetes. És ahogy beszéltünk, akkor én azért várom a következő könyvet is. Köszönöm szépen. Hát legyen így. Köszönöm, hogy megtiszteltél. Én köszönöm, hogy meghívtál ismét erre a beszélgetésre. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, egy beszélgetést láthattak vendégem. Nehrer György volt, mégpedig azért, mert hogy megjelent az új kötete, Fehérvári Kapriccsó, és ahogy magamat idézzem, mindennek tetszeni lehetetlen, akarni együgyűsége ennek tükrében olvassák. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.